Itt a budapesti műcsarnok előadó termében tartották a szervezők az idén 10. születésnapját ünneplő Arcus Temporum, vagyis Pannonhalma Művészeti Fesztiváljának sajtótájékoztatóját. Mint kiderült, idén is az a cél, hogy a fesztivál a maga egészében váljon egyedivé, a zene, a képzőművészet, a színház és a film négyesének együtthatójával. A fesztivál igazgatója büszke a mögöttük álló egy évtizedre. Én mindenképpen, mint fesztiváligazgató, az emberi együttműködésekre vagyok a leginkább büszke, hiszen olyan kapcsolat alakult ki az elmúlt években, például a Klangforum Wien-nel, akik idén másodszor jönnek Pannonhalmára, és azt lehet mondani, hogy a világ első kortárzenei együtteséről van szó, vagy éppen a Pozsonyi Konvergencia Fesztivállal, vagy a Triesti Filmfesztivállal, amely számunkra nagy emberi biztonságot és hátteret jelent. A zene idén is előkelő pozíciót kap a fesztivál életében, ezúttal azonban rendhagyó jelleggel, hiszen 2013-ban azokat a szerzőket hívták meg, akik a korábbi években már megjelentek Pannonhalmán. Ők térnek vissza egy általuk delegált művésszel. A klasszikus zeneszerzőnk idén Robert Schumann, aki a stabil pontja lesz a zenei programoknak mindig, de az idén meghívtunk minden olyan zeneszerzőt, aki eddig vendégünk volt. Ezek ugye már nagyrészt, hát nyugodtan mondhatom, beérkezett világhírű zeneszerzők, és mindegyiket megkértük, hogy ajánljon egy olyan fiatal szerzőt, akit akár követőjének is szívesen tekint. Színház fronton egy nagy álom válik valóra, hiszen egy világhírű szerzőpáros táncjátékát láthatja majd a közönség. Verdi opera hősnőkről van szó ebben az előadásban, Emilio Greco és Péter Solten előadása, kortárs tánc előadása, táncszínházi előadása, Jeanne d'Arc, Violetta és Desdemona alakjáról van szó. A jubileumi összművészeti rendezvény tehát izgalmasnak ígérkezik, már csak azért is, mert a filmes programok kivétel nélkül az apa-fiú kapcsolatát vizsgálják, a képzőművészeti program keretében pedig Asztalos Zsolt és Pálinkás Nikolett installációját nézhetik meg az érdeklődők a 10. Arcus Temporumon, Pannonhalmán, augusztus 23-a és 25-e között.